Sziasztok! Itt megy a villamos Zágrábba, és itt vagyunk a parkban, és várjuk a vonatunk indulás idejét, ami most idő múlva lesz, mert nem tudom, láttátok-e, 13.32 perc van, 13.32 perc. Vonatunk 16.35 perckor fog elindulni ugye Budapestre. Most megyünk haza, véget ért ez a gigatúra, most már tényleg majdnem, ezzel az utazással ugye befejezzük visszafele, és igen, majd jelentkezek később további. Ha további események történnek, vagy már felszálltunk a vonatra, majd meglátjuk, lesz elég addig valami érdekes. Made by Ticket Traveling Channel. Nézzétek meg, itt vannak a horvát kocsik, ez lesz amúgy a mi kocsink itt. Ezek ugye a délibe mennek. És akkor nézzük meg, hogy ugye a horvátok ilyet küldnek, nézzük meg a MÁV mit küld. Schlieren. Csodálatos. Schlieren kocsik. MÁV. Még itt Zágrábban is tudnak jól teljesíteni. Elhagytuk Nagy Kanizsát, több mint 50 perc késéssel, nagyon kellemes, nem tudom, hogy fogunk hazaépni, de hivatalosan is megkezdtük az utolsó, még Magyarországon lévő, be nem járt vasútvonalunknak a bejárását, konkrétan egy szakasz, Nagy Kanizsa és Balaton-Szentgyörgy között, még nem utaztunk egyik vonattal sem, fel fogom menni itt a Intercity megállási pontokat, és ha Balaton-Szentgyörgyre érkezünk, akkor már hivatalosan is bejártuk az ország összes vasútvonalát. Úgyhogy igen. Ott vagyunk az egyik utolsó be nem járt állomásunkon, ez Zala-Szent Jakab. Második bejáratlan állomásunk, Zala-Komár. Vonatkereszt is lesz itt. Késésünk miatt egyébként nem itt lenne, hanem Balaton-Szentgyörgyön. De most itt lesz, és a legjobb dolog, hogy mi várunk. Itt vagyunk valahol a Balatontól még távolabb. 20 óra 24 perc korban késsel. Hajnal 2-nél nem nagyon fogunk hazaérni.
utolsó megállóhelyünk, megállási pontunk az országban, amit még nem jártunk be mostanáig, most már bejártuk. Ez az utolsó ebben az országban, amit így felveszünk. Úgyhogy többiet már nem láthattuk tőle. Hamarosan összecsatlakozunk a keszthelyi vonallal, összeér a két vonal. Ez most itt meg is történik. Igen, itt már ugyanazon a pályán vagyunk. Hivatalosan is bejártuk az ország összes vasútvonalát. Ezzel zártunk. Balatonszentgyörgy. Egy óra késés, nagyon jó. Persze, nagyon megörültünk, hogy végre megvagyunk a vonalakkal, viszont itt a MÁV ismét rendkívül jól teljesített. Az van, hogy előttünk elment egy Helikon Interregio, aminek simán mehetünk volna a nyomába, és találkozhatunk volna a szembe Intercity-vel ugyanott, ahol az, de nem, inkább megállítottak itt Balatonszentgyörgyön. Ide tették mellénk az egy órával későbbi keszthelyi Balaton IC-t, és mind a ketten megvárjuk a szembevonatot. Végül minket engedtek ki előbb, de akkor kérdezhetnétek, hogy már megint mi ez a felvétel. Körülbelül 10-15 perccel az előző felvétel után vagyunk csak. Itt most mind a ketten egy splitbe tartó Adria Intercity vonatra várakozunk. De itt még nincs vége, csak most jön a legjobb. Konkrétan az előző állomáson kiengedték elénk a Balaton IC-t, amin ült körülbelül 5 darab ember a jegyvizsgálón és a pincéreken kívül, mert ugye van rajta étkezőkocsi. Nagyon jó! Egyébként a mi vonatunk pedig teljesen tele van, minden kocsiban, szinte minden széken ülnek, tehát egy 5 emberes vonat előbb mehet ki, mint egy több száz emberes vonat, aminek ráadásul sokkal korábban kellett volna elmennie. És még egy nemzetközi IC is. Na, most, hogy már Pesten vagyunk, kérdezhetnétek, hogy akkor végül mennyit is késett ez a vonat? Ezt most meg is mondom. Körülbelül 23 óra 50-re ért be ez a vonat a déli pályaudvarra, úgy, hogy menetrend szerint 22 óra 24-kor kellett volna. És a horvátok csak 30 perc késéssel adták át, a többit mind a MÁV-nak köszönhetjük. De végül 0 óra 25-re átjutottunk a nyugati pályaudvarra, mert Budapestnek nagyon-nagyon jó az éjszakai közlekedése, legalább ez egy jó dolog, de a vonatunk csak 0 óra 50-kor megy, mert a MÁV-nál éjszaka már nem kell, hogy nagyon gyakran menjenek vonatok, bőven elég óránként, amivel amúgy részben egyetértek, de pont ezen a napon például péntek este volt, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan használják az ilyen éjszakai vonatokat, péntek és szombat estéken. Sőt, még különleges az is, hogy csatolt kis megy szobra, mivel reggelre kell ugye a szerelvény, hogy majd legyen mit lehozni a nyugatiba, úgyhogy csatolt kis éjjel. Most pedig már láthatjátok is ezt a csatolt kiszt, ahogy elindul szob felé. Egyébként a második egység le van zárva, csak úgy mondom, plusz információ. De köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett, amennyiben igen, kérlek, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!